Egy sokkal komolyabb téma. Kaptunk egy levelet, és hasonló leveleket egyébként elég sűrűn kapunk, és többnyire nem tudunk velük érdemben foglalkozni, elolvassuk, de hát érdemben nem. Én itt a példa okáért gondoltam, hogy ezt osszuk meg a közönséggel, és hallgassunk is meg majd valakit, aki tud erre a, hogy is mondjam, kritikára reagálni. Fölolvasnám, egy autóbalesetről van szó. Tisztelt Neo FM szerkesztőség. 2011.07.17-én vasárnap 18:45 körül súlyos közúti baleset történt. Az interneten, a médiában a kapcsolódó cikk a következő. Mentőhelikopter jött, az idős nő ért a Balaton partra, de már nem tudtak rajta segíteni. Eközben a mentőhelikoptert átirányították a fent említett balesethez, amelyben két motoros ütközött egy személyautóval. Az eset Balatonfenyvesen történt, a 7-es főútvonalon. A motor utasát a helikopter a kaposvári kórházba szállította, súlyos életveszélyes sérüléseket szenvedett, a motor utasát pedig a marcali kórházba vitték mentőautóval, az ő sérülései kevésbé súlyosak. Már a másik motorról van szó. Igen, a balesetet egy 24 éves rendőrnő okozta, aki letette a műszakot, és a szokásos útvonalán indult haza, amely abból állt, hogy kifordult egy balra bekanyarodni tilos táblánál. Balra, főútvonalra, záróvonal figyelembevételén nélkül, és ekkor ütközött össze a motorossal. Mivel a rendőr okozta a balesetet, semmilyen média nem közli a történteket, megpróbálják eltusolni az egészet, csak az a probléma, hogy a 26 éves barátom jobb lábát amputálni kellett, és súlyos koponyasérüléseket is szenvedett. A baleset estéjén úgy hagytuk őt, hogy 10% esélyt adtak neki az orvosok az életben maradásra. Abban szeretném segítségüket kérni, hogy kerüljön be élő adásba az eset, tisztelt kollégák, Boros és Bocskor úr, tudassák az emberekkel, mi történt, vesézzék ki a balesetet, hadd tudja meg mindenki, mocskos világot élünk, mert a rendőr szent és sérthetetlen. Ha egy átlag ember idézőjelben okozta volna a tragédiát, már minden tele lenne vele, de így sajnos nem. A család, a hozzátartozók, a barátok, ismerősök nevében tisztelettel kérem, segítsenek, mert nagyon fontos lenne előre, és hálás köszönet Nagy Nóra. No, ennyit a levélről, és ez önmagában egy tragédia. Nyilván a levél tartalmát és annak valóságát nem tudtuk leellenőrizni. De ugye itt van egy feltevés, vagy felvetés, hogy a média vajon szánt szándékkal... Szinkos-e a rendőrséggel? Így van, így van. És mivel ugye nálunk itt a rádiós műfajban általában hírek bejönnek, ezeket szelektálva vagy továbbítjuk, vagy nem, de sokkal nagyobb apparátussal dolgoznak a televíziótársaságok, és ezért felhívtuk, és itt van a vonalban György Bencét, a TV2 aktuális műsorainak főszerkesztőjét.